Hályi József, interjú a farkassal, aki állítólag megette piroskát. Az új bárány riportere felkereste Oldast. Interjút kérlek, köszönöm, olvasd. Igaz volna a mamád, hogy ön orvból elfogyasztott egy egész nyers nagymamát? Ön nagymamát, egy grammot se, ez egész, csak rümmösebb. Hogy piroskát önfalta fel talán, az is hamis vár? Nem hagyott meg belőle más, csak egy fél pár harisnya? Ugye, ő, ruhástót, mit kéne veszeltek? Én még az almát is álmozva eszem meg. Furcsa, hogy a kunyhóban, ha megevődtek mindketten, mégis piros falkasnyányan díszeleg a parketten. Az úgy történt, hogy ők aznap meghívtak a viskóba. Nagyon finoman volt szamúca és piskóta. S mivel, hogy én evés közben állandóan kicsorgok, a félben egy szamúcani a pofámból kicsorgott. Én úgy tudtam, önnél szabály, hogy csak friss húsát szabály. Kacsa, füvet rágok lomhán legelészve, zsengét, hogy a gyenge gyomrom megemészze. És meddig lesz önnél a jó hús is tiltva? Eddig, de erről már nem érvansz, te birka! Thank you.
sűrnövendék menjen Hoplun át egyetemünkön szerzett diplomát. Tanult tüskenövesztést, tüskeápolást, tüsketermesztést, tüskeszámolást, tudományos összegömbölyödést, rónai katolikus csittan, főtársként róka ismét, sőt, kiárta az évfolyamot ismét, mert nagy álma vörös veszedelem. Elsajátított sok egyebet is még ezeket, bár fölöslegesnek tűnnek, ismernie kell minden kultúrsünnek. Hasznosságukat nem ecsetelem. Mire eljött a sünidő, letette már az összes vizsgát, majd azt mondta viszlát. Elfoglalt egy sündisznóállást, ez minden érett sünnek kiadó, itt nem rémít a rókariadó. Figyeljetek jól! Most jön a didaxis. Mikor átsündörgött az utcán, nem róka ütött el, hanem egy taxis. De hát, ahogy mondani szoktam, más a gyakorlat, más a praxis. Második lecke. Az eset kihívta a sajtóharagját, a konzervatív szellem a professzorok ellen. Felhánytörgötte, hogy évek óta nem is járt erre róka. Míg rajzanak a taxik. A sűrájuk hiába haragszik. Sivatagot könnyebb szitálni, mint egy város. De taxikálni? Rádöbbent az elit. Reform szükségeltetik. Ebb gondolat később állat, az életnek tanulj, ne a rókának. Ez hatott. A sűrminiszter kiírt egy pályázatot, elméletnek gyakorlati rámázatot, és hogy az újkor adóját lerólják, szereztek néhány rókát. Thank you.
között egy csökkel. Ennek a napnak is lassaszkán vége. El, mennyit kutya gordom, de hát a csősznek ez is a dolga. Mert ugye tészmának ám az emberek, de én éven ölködöm. Mondják is, hogy jó csősz vagyok. Jaj! Ingyen öregemben létem, ilyet még nem láttam. Mi a csuda lehet ez? Mindegy, nem gondolkodok. Ez nem az én dolgom. Beviszem a faluházára, ott az előjárását, mert bizonyosan tudni fogja. Bizonyára azért előjárok, mert ész dolgában az előjárnak. Amint azt eltervezte a két isten, a tanásteremben éppen gyűlésre készültek az előjárók a bíró vezetésével. Alázatos tiszteletem, nagyszerkes uraim, alázatos tiszteletem. Add Isten kedvem! Éppen hazafelé tartok, csak dúdolgatok, és egyszer csak akkor letesztem, hogy mostan szer vissza a jobb felé a derekam. Lehajolok, és akkor látom, hogy ebben a micsodában bontottam el. Aztán mi az ott a kezében? Éppen ez az, mit nem tudtam megfejteni, ezért behoztam magammal, hogy önök bizonyosan tudni fogják. Javát megettem már, láthatói, mert alaposan megtisztítettem. Ilyen csodával még életemben nem találkoztam. Én is elkerültem immáron 60 esztendőt, de ilyen hadd is mondjam, mivel még nem akad dolgom. Gyerekembernek ugye már én sem számítok, de üssenek agyon, ha valaha is láttam volna ehhez hasonló zöldet. A mi bíró úrunk, hogy döntsön ő, majd ő igenis igazságot tészen. Nagy-nagy örömöm lesz hozzád, hogy kertet ennyire bíznak bennem. Nos, lássuk csak, akárhogy nézel, nézegetem, tapítom, tabogatom, s forgatom erre is, arra is. Egyre csak erősödik bennem az a hit, hogy ez egy tojás! Tojás! Persze, tojás! Minden kétségem kizáróan. De minek? Kinek a tojása? Ludvécéjé! Hígsákámé! Nem a uraim! Ez a tojás egy lóé! Lódolta! Az meg mi? Elnézést kérem, hogy közben merészkedek szólni, ahogy most visszaemlékszem, mert megbotlottam volt, arra látom egy nagy darab mozgó lényt. Négy lába volt, meg hosszú szőre. Ott hátul, a hangja pedig, mintha így hangzott volna. Ni-ha-ha-ha, ni-ha-ha-ha, meg is értem, kérem. Hát ez az! Gratulálok magamnak, mert éppen ilyen egy jó. Most már biztosak lehetünk a dolgunkban. És ebből kell ki a csikó! Igen, uraim, adjonak a kőket. Ezt talán döntséggel nélkülem, mert ezt szeretnék, szóval elmehetek. Persze, persze, menjen csak jó ember. Aztán kültölje szét az egész faluban, hogy mit talál. Hadd tudja meg rátod a lépvében ezt a hallatlan monarchiát. Csikó tojást találtam, csikó tojást találtam. Hogy mi légyen a tojással? Majd én megmondom. Nos, uraim, mit csinál a tyúk a tojással? Ráül, aztán addig ül rajta, amíg csiba nem lesz belőle. Így igaz, igazam a kettőnknek. Ezt tesszük hát is. Nagy pillanatra viszel változva, mikor legelső csikóját világra segítjük. Éjjel! Hurrá! Elég a húrázásból! Inkább segítsenek föl a tojásra! A bíró után sorra váltották egymást az előjárók a tojáson. Ez alatt a pár alatt, akkor a nagyja oda kíváncsiskodott a tanásterembe, szent állította a figyelte, nem találkozó bíráját és az előjárókat.
szabad érte. Azt számoltam az éjjel, hogy kentek közül, hogy is mondjam, illetlenség. Mi volt illetlenség? Hát az, hogy nem érzik ezt a bűzt. Mivel éles a fülém, azt hallottam, hogy a szomszéd falu uta népe gyalászkodik rajtunk. Büntessük meg példásan azokat az ottani csípős nyelvűeket. Amondó vagyok, hogy inkább folytatni kéne a tojás medülését. Igaz, kissé szagos, de hittik el, ne hittik! Most az egyszer már megbocsássanak, de hadd mondjak ellen egyébként roppant bölcsességgel megáldott bíró úrnak. Ki tudja, hogy meddig kell még a tojásra ülnünk, a becsületünk megvédése viszont nem tűrhet fel ki haladékot sem. Így igaz. Bár nem helyesen. Tegyen. Most menjenek haza, én közben hirdetlen fogalmazok, és délután szétdobolják a határozat. Kisbíró, ide hozzám! Jegyek! Így is történt, az előjárva akaratának megfelelően elkészült a bíró hirdetménye. Hallgassuk csak! Hé, ember! Falum népe, rátótiak! Nyissátok ki jól a füleiteket, hogy hallassátok a méltóságos bíró úr és előjáróitok parancsát. Köszíré tétetik, hogy holnap délután pontban 3 órakor valamennyi éppelmérő és járóképes helybeli lakos a templomnál gyülekezzék. Onnan együtt valamennyien elindulunk a falunk határa emelkedő dombhoz, melyről csikótojásunk legurítatik. Majd a szomszédos falu felé, hadd bűnődjenek, hadd szagolják ők. A becsületük mindenné többet ér. Másnap a bíró rövid beszédet intézett az összegyűlt falu néphez. Én most, hogy így együtt vagyunk, közlöm veletek, hogy fájó szívvel bár, de megválunk a tojásról. Valamennyiőtök szeme lépte van. Indulunk át, hogy legyíthassuk a tojást a dobról, az áldozat szomszéd falu felé. Kérlek benneteket, hogy az utat szomorúan, főhajtással tegyétek meg. Yeah.
kérdeztük, nézta. Sejtelmünk se volt, mit jelent a szó, mit magával hozott a kis cikó, mikor egy tavaszi vásár után udvarunkba vezette apám. Mirza, Mirza, mint rejtelmes talány, csendült a szó nagyanya agyakán. Sehogy se akart békülni vele, aztán ráhagyta. Egy a fene ezt a bolondos furcsa szót. És így hívta ő is a kis csikót, kinek deszkával tápad oda, volt istállóban külön otthona. Nappal persze fitánkolt nagyon, játszott a tyúkokkal az udvaron. Nyihított, dobbantott, majd megszaladt, üdte a fúgó szárkasbogara. Nagyanyát leste, ölbe fát, ha vint, hát elkísérte a konyhába is. Meglátta, és kiáltott sikítva, hely, de megijesztettél te, Mirza! S ráveregetve kapcsos nyakra, kockacukorra kicsalogatta. Vasárnap a ballagok misére, lányok között a csikó kísérte. Kertalon a paprikát hozott, mögötte Mirza ugrándozott, s a sejmes üvön betenzék között így szerzett nagyanyának örömöt. Örömöt kedvet, aztán egy napon ebédnél így szólt apám. Eladom. Sokat adok, lassan a sírba vitt, és tévére, hogy kell a csizma is. Ült némán a megrémült család, minden is eltette a kanalát. S kinek nevet a lány maradt, titok, elvezették a kedves kis csikót. Áthajolva a kutvást kapupán, nézte a távolót, még nagyanyám, és némán suttogta, szepegte sírba, mint lesz.